mindenképpen ajánlanám, mert nagyon pozitív élmény számomra is, hiszen ez ugye egyfajta adaptáció, egyfajta értelmezése a drámán túl, egyfajta értelmezés. Viszont ugye mi által megértjük a szöveget, illetve a dallamot, a zenei hátterét az egész történetnek, hát új távlatokat nyit. És ugye van irodalomból is olyan érettségítétel, az irodalom és határterületei, vagy irodalom és társművészetek, és ez ebben nagyon jól beleilleszthető. És ha látunk egy ilyet, akár az opera részleteivel egybevéve, az órán is valamilyen interaktív módszer segítségével ugyanígy megteremthető egy opera beavató. Talán az első dolog az, hogy ez egy olyan zenészként mondom ezt, hogy ez egy olyan dolog, amit olyan emberek, akik zenével foglalkoznak, sem vagyok benne biztos, hogy a nagy részével tisztában vannak. Azért tartom egyébként ezt jónak, én irodalomtanár vagyok, és irodalmi vonatkozásban is, mert ugyanazt csináljuk irodalomórán is a művekkel, hogy megpróbálunk a szavak mögé nézni. Viszont ugyanez zeneileg, ez nekem is új, és nagyon, nagyon élvezetes, hogy maguk a zenék mit sugalnak az embereknek az érzelmeiről, és ezt próbáltam a gyerekeknek is elmondani, és sikerült őket megfognom már csak így az elmesélésével is, és most ahogy hallom őket, valóban tetszik. Úgyhogy szerintem ez így abszolút működőképes, hogy nyissunk a gyerekek felé ezzel az előadással.